Sziasztok, Krahen vagyok, és ismételten Castle Crashert fogok játszani. Amint már ígértem, szintén bázis fogok építeni. Most egy másik féle verziót fogok kipróbálni. Meglátjuk, hogy azzal mennyire fog sikerülni. Illetve még mindig nem építettem meg a towereket, mert ugye ezt a videót közvetlen a másik videó után készítem, úgyhogy meglátjuk, hogy ezzel hogy sikerül. Hát nem tudom, hogy hogy legyen, igazából még nem terveztem el, de van már némi megoldásom rá, hogy mit lehetne, hogy lehetne. Kezdjük azzal, hogy oda felpakolom a híróbázisokat. És akkor jön minden magától. Jó. Hát ide teszem valahova a druidot. De mellé ezt. Ide leteszem a tégi, vagy a imortefert. Ide leteszem a hát igen. Jó. Lehet, hogy váltunk. Lehet, hogy az X-es fázis kell ismételten alkalmazni. Próbáljuk meg megint így. Jó, ez most egy kicsit durvább bázis lesz, és kicsit kisebb bázis lesz. Meglátjuk, hogy mit tudunk vele kezdeni. Jó. Eddig eljutottunk. Igazából, amint észrevehetitek, nem igazán terveztem meg előre, úgyhogy úgyhogy teljesen véletlen a dolog. De meglátjuk, hogy mit tudunk kezdeni ezzel. Bocsánat, hogy keveset beszélek, ami lehet, hogy nektek jó. De azért szeretnék odafigyelni egy kicsit, mármint, hogy ugye gondolkodom, hogy hogy építsem meg. Mert tényleg nem terveztem meg ezt a bázist. De valami ilyesmit szeretnék. Igazából az ötlet, hát megvan, hogy miért szeretnék tulajdonképpen. Az ötlet az onnan jött, hogy itt a Team Kirby Monster ren elég kis területre tudunk építkezni, és a nagy accountomon is elég sokszor használom azt a stílusú bázist, úgyhogy azért mondom, hogy igazából nem terveztem meg, de tudom, mit akarok, csak ilyen kicsibe még nem csináltam meg, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudok vele kezdeni. Jó, azt mondja, hogy ez 2, 2, 2. Jó. Azt mondja, hogy ennek annak meg ott az a jelentősége, hogy itt középen, mint az előző verzióba tudnak bemenni a bázisba irányítottan. Na akkor a bombákat helyezzük le. Meglátjuk, hogy ezzel a bázissal mit tudunk elérni.
remélem, hogy akár torony nélkül is ezt végig tudjuk vinni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz vele. Így, itt van egy valahol, igen. Ezt ide meg tudom, és mondjuk ide rakom. Akkor ezt lehet, hogy ide teszem. És akkor ezt egy picit beljebb teszem, így. Valahogy így. Így lesz. Jó. Maradt pár falam, amit nem tudom hova tegyek. Hát azt mondja, hogy ez 3-3 fal. Hát ezt ilyen elegánsan szoktam megoldani. Hogyha kevés fal van. Így az elejét beszoktam építeni. Meglátjuk, hogy mire. Jól néz ki. Jól néz ki. Tetszik. Tetszik. Hát most nem rakok bázist be. Hát lehet, hogy ezt ugye megnézem, hogy meddig jönnek ki. Nem mennek odáig. Azt oda berakom. Ezeket ide oldalra elszeparálom. Külön őket. Jó. Most egy picit máshogy fogom elhelyezni, mint az előzőekben. Vagy az előzőben. Ezt kirakjuk. Hát a hősös cuccot azt mindenféleképpen ide kéne rakni. Meg ezt is. Igazából én szerettem, hogy itt vannak a tábla környékén a dolgok, mert úgyis, mikor küldetésket csinálja, akkor minden pikpak kattintás. Úgyhogy igazából ezért szoktam őket ide rakosgatni. Igazából erre annyira nincs szükség. Na. Nem akarta elengedni. Hát a Warhouse-t is ide rakjuk, meg a Pet Plaza. Pet Plaza-t is odarakjuk. Na. Hát mivel, hogy van kardom, Hirby Monsterre, úgyhogy hát ezt a bázist is le fogjuk tesztelni most így hirtelennyében. És meglátjuk, hogy mi lesz szintén a D-vel. Meglátjuk, hogy melyik bázis a jobb, az előző vagy ez. De hát ez valószínűleg abból a szempontból rosszabb, hogy itt egyből le tudják rombolni a híró bázisokat. De meglátjuk. Hát igen, ez az oldalról jönnek, az nem előnyös. Mert ugye fejleszteni kéne a híró bázisokat, hogy egyrészt, hogy ugye erősebbek lesznek tőle a hősök, mármint hogy hát bónusz, védelmi bónuszt ad a hősöknek, ugye a bázisnak a szintje, plusz ugye nagyobb a kör, amiben ki tud támadni. Úgyhogy mindenféleképpen azt is majd hát növelnem kell. Bár szerintem a tower lesz a következő, és akkor majd ide szépen belerakoszgatjuk ide a towereket. És akkor szerintem abból a szempontból könnyebb lesz, hogy tudnak majd támadni a towerek, úgyhogy valószínűleg egy-két ilyen egységet meg tudnak ölni. Hát meglátjuk meg, hát igazából a hősöket is kéne fejleszteni, mert azért 80-as szintűek, hát most még nem a legjobbak. Mármint ugye, hogy sose lesznek jobbak, csak ugye max, mikor eléred a maxot. De hát ugye addig is mondhatnám azt, hogy szenvedni kell. Mert azért evózni meg ilyenek azért az nagy kaland. Na hát kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz az eredménye ennek a
ennek a csatának. Vagy... Mi történt? A hőseim éltek, és még volt 2 perc, 8 másodperc. Mi történt? Ez most komoly? De nem haltak meg a hőseim. Jó. Ez nem tudom mi volt, hát újra próbáljuk. Elment volna a net? Nem. Hát igazából nem tudom, hogy mi történt, ez számomra rejtély. Na hát új lehetőségek. Kipróbáljuk. Nem is a pályaszínére tettem ezeket a cuccokat. Nem gond. De tényleg, hát megmaradtak az épületeim, meg a hőseim. Hát mitől vesztettem el? Nem jut az eszembe semmi. Mármint, hogy hú, ez most sok. Hát nem tudom. Biztos már olyan bugba került a játék, hogy nem tudom, vége lett mindennek, hogy nem tudom. Jó, van ez, mire végigírt minden. Hú, hát ezen most nagyon rossz oldalról jöttek. Itt az első körbe kiirtották az összes épületet. Hát nem fér a fejembe, hogy mi történt az előbb, még mindig. Kegyetlen. Na hát legyőztük. Nagy nehezen. Na csak ezek éljék túl, mármint hogy seregem élje túl ezt az egész bandát. Nem is tudom. Most azért imádkozzak, hogy csak úgy randomban ne legyen vége, vagy nem tudom. Hát ez most nagyon érdekes volt. Nézzük közelebbről, hogy mi is történik. Hasonló, ugyanez a szitu volt, csak ugye akkor a madarak az előbb bejöttek, vagy be tudtak jönni, most meg meghaltak. Hát, jó. Ezt túléltük. Ne oda felag. Jó, helyes. Hát most minden a hősök tudásán múlik tulajdonképpen. 4 darab hősbázisunk van életben, úgyhogy nagyon oda kell tenniük magukat, hogy minden jó legyen. Főleg Imhotep. Jó. Úgy. Jó. Helyes. Jó. Na, jó. 5. hullám. Ott meghalt egy hős. Melyik hős halt meg? Fú, Succubus meghalt. Már csak 4 hősöm van. Hát, igazából az előbb eddig nem jutottunk el, úgyhogy remélem, hogy ugye csak egy hősünk maradt a másik bázissal. Remélem, hogy aktivizálják magukat. De nem. Sajnos hiányzik a Tover. Sajnos hiányzik. Pedig ez is egy nagyon jó bázis. Hát akkor tényleg nincs más dolgom. Meg kell építenem a tornyokat. De szerintem ez egy nagyon jó teszt volt. Mind a 2 bázissal megmutatom majd a tornyokkal. Szerintem átépítem videón kívül a bázist, mind a 2 bázist, hogy beférjenek a tornyok. Mondjuk az előző bázis ugye sokkal tágabb. Ott ugye könnyebb lesz bepakolni a tornyokat. Itt meg azért majd bontanom kell egy kicsit, de mindenféleképpen bezsúfolom a tornyokat, és
Majd akkor tónyokkal megnézzük, az mondom, az egy videóba lesz akkor. Most meg akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha még eddig nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!